fontos volt, hogy megtanuljuk az örömnek az óriási lehetőségét, hogy az öröm irtózatosan fontos az életben. Hát én ezt akkor megint bevallom azt, hogy a fejemhez vágták Pai Pálcot, hogy köszöntött katolikus pap vagyok, és olyan profán módon beszélek, ha nézzék, ott nem apáca növendékek voltak, ott volt mindenféle ember, nyilas tömeggyilkos is volt minden, és édes jó Istenkém, hát azoknak nem lehetett vallásosabban szövegezni, tudom én ezt vallásosabban is mondani, akkor azt mondanám, már a Szent Márk evangéliumában szerepel, hogy amikor az Úr Jézus a nyilvános működését elkezdte, azt mondta, elérkezett hozzátok az Isten országba, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban, evangélium örömír, megváltás örömír, mi az evangélium gyerekei vagyunk, akogy a fáját. Szóval az örömnek óriási jelentősége van. Majd, ha még lesz időnk, erről még mondok egy roppant érdekes történetet. Egy ateista és sztalindias szovjet költő, mikor ezt meghallotta, látta, hogy mi tudunk mosolyogni. Az mondja, engem ateistának neveltek, de ez, hogy ti tudtok mosolyogni ilyen körülmények között a hitetek alapján, na de ennél nagyobb Isten ér, nekem nem kell. Szóval ilyen csodálatos dolgok voltak. Első nem szabad panaszkodni, észrekölni az apró örömöket. A harmadik, ez nehéz lesz elmondani, mert az kifejezetten a politikai fogoknak szól. A politikai fogoknak mindig van a szakmai ártalma, mindig ártatlanul. Együtt voltam én nyilas tömeggyilkosokkal, azok imádták a szálasi felezet, gyilkolták a zsidókat, de ők ártatlanok, ők fanatizmus volt ezték. De ott ez a mondat, hogy engem az ártatlant akarnak ezek a géppisztolyos gazemberek tönkretenni, ennek a mondatnak semmi értelme nem volt, hát ott voltak négy őrtorony a golyószóróval, sehova se tudtunk menni, 2500 kilométer a hazánktól, el kellett felejteni ezt, hogy ártatlan és gazember. Át kellett térni a másik fogalompárra, kicsi, gyönge, nagy, erős. És én mindig mondtam, hogy igen, akkor, amikor bennünket a budapesti hadbíróság elítélt, akkor mi voltunk a senkik, hát mi voltunk a vesztesek. Ők voltak a győztesek. Én nem azt mondom, hogy az igazság kritérium a géppisztoly, de ők voltak a győztesek, elkiportak bennünket. És én mondtam a raptársainak, hogy gyerekek, azért vigyázzatok, mert ebben van valami adottság jelleg. Én, hogyha megyek az erdőbe egy csapáson, nem szoktam a talpam alá nézni, hogy egy hangyát elkiprok. Miért? Mert ez olyan picike. De ha én nem értek azzal egyet, hogy én csak hangya vagyok ezekkel a géppisztolyosokkal szemben, akkor nekem most ebben a helyzetben, ilyen körülmények között kell megmutatnom, hogy külön vagyok, értékesebb vagyok, nemesebb vagyok. Mindjárt azok egy példát meg fogják ezt érteni. 55 évvel ezelőtt pontosan 1955. szeptember 24-én, ugye már a Szent Gellért ünnepe van, de akkor a világban ezen a napon volt a fogoly kiváltó szűzanya ünnepe. Hoppá, figyeljenek ide! Hivatnak bennünket a parancsnokságra. Tudni kell azt, hogy augusztusban, 55. augusztusában Adenauer német kancellár Moszkvába járt, és kijárta, hogy a német politikai foglyok hazamehettek. A Rákosi Mátyás, a kisujját sem mozdította meg értünk, de ez a rabpszichózis, ha azok hazamehetnek, akkor talán mi is hazamehetünk. És ezen a bizonyos fogoly kiváltó szűzanya ünnepén hivatnak bennünket a parancsnokságra. Egy nap papíros tesznek elébénk, ezt alá kell írnunk, mert ez a repatriálásunk. Hát ezt a szót se hallottuk, ez nem rehabilitáció, ez nem amnestia, hanem hogy hazaküzdenek. Nem ugrottunk a plafonét, mert akkor tudtuk, a Szovjetunió ígér valamit, abból úgyse lesz semmi se, de alá kellett írni. És ott a kitermelt fát szállították, és ott a bútorgyár volt. Mi ott 88-an voltunk magyarok, a 70-en dolgoztunk benne a bútorgyárban, én is ott dolgoztam. Amikor ott mi írjuk alá ezt a papírost, bejön a bútorgyár igazgatója, égtelen kiabálással, káromkodva, trágárkodva.
hogy őt tönkre akarják tenni, mert hogyha ez a 71-nál ember hónapban nem jön dolgozni, mert azt mondták, a másnap már nem kell mennünk dolgozni, akkor nem tudja teljesíteni a harmadik negyednek a tervét, lőttek a jutalomnak, ha egy negyednek nincs jutalma, akkor az évvégi prémiumnak is lőttek. Ha megkérdezik a nagyszüleit, a kommunista írában állunk, és a terv teljesítés, a terv túl teljesítés, hát az volt az istenség. Mi akkor oda mentünk ehhez a nagy úrhoz, én is benne voltam a háromtagú bizottságban. Mi megértjük a maga nyomorát, hát magát ténylegesen tönkre akarják tenni. De ide figyeljen, mi, rab magyarok, garantáljuk a maga prémiumját. Mi önként elmegyünk erre a hat napra dolgozni, hogy magára példa legyen. Hát a füleketté, hát a Szovjetunió történetében ilyesmi nem fordult még elő, hogy a rabok garantálták ennek a nagyúrnak a pénzét. De ugye érzik, hogy micsoda bekről valami egy 10 éves kényszermunkánál a hat nap nem olyan nagy áldozat. De megmutatjuk, ha kik vagyunk, akkor gyakáját. És még azt is hozzá kell tennem, hogy azért nem voltunk egészen ostobák, mert költék elejénk óta éjszaka nem dolgozunk nappal, a munkákra azt a róbert kapjuk, amit a szabadok, és abból nem vonhatják le a világítás, sütés, kosztot, ruhát, stb. De mi akkor már tudtuk a szovjetunió, ad egy róbert, 99 kopékát levon belőle, ugye? Minden belőle ment. És mi akkor? Hát mit csináljunk, ugye, te hallottak erről, hogy a kommunistáknál van a Stahanovista mozgalom. Hát ez egy félhámosság, mert vagy a 100% félhámosság, vagy a 300%. De a föltételben benne volt az, hogy azt a rubelt kapjuk, mint a szabadok, mi akkor rávertünk. Első nap 120%-ot, másnap 240%-ot, harmadnap 300%-ot csináltunk. A mellettünk lévő szovjet munkatársainkat a guda kerügette, mert ez az igazgatóan, de ezek a kaszos magyarok tudnak 300%-ot, ti meg a 80-at nem csináljátok meg. Ha miért? Ha ők megcsinálták volna a 100-at, akkor a normát emelték volna a világot. Mi miattok emelhetitek a normátokat, a csillagok is? Ezt a 6 napot mi megdolgozzuk. Szóval erre nagyon kellett vigyázni, adott helyzetben kell megmutatni, hogy külön vagyok. Nem szabad panaszkodni, észre kell venni apró örömöket, adott helyzetbe kell megmutatni, hogy ki vagyok. A negyedik, hát abban benne van a Jóisten is. Nézzük, nem lehet az életből kiriskutálni a Jóisten, tehát ezt is azért eléggé profánul fogalmaztuk, így fogalmaztuk meg. Akinek van hova kapaszkodnia, annak egy picit könnyebb a szenvedést elviselni. Mi hívők oda kapaszkodunk a Jóistenbe, és még azt is észreveszünk, hogy a Jóisten is akarja a mi túlélésünket. És hogy ez micsoda erőforrás volt, ha a lelkemet kibeszélem, akkor se tudom érzékeltetni, de a legszemélyesebb élményeket hadd mondjam el. Ne haragudjanak, a legszemélyesebb élmény az, hogyha nézzék egy fölszentelt katolikus papot, ha 10 évre elvizik a Szovjetunió kényszerlágerébe, akkor eszébe jutott a jóságos ég. Én most 10 évig nem misézhetek. Hát nekünk katolikusoknak nincs nagyobb ajándék a szent mise, a szent áldozás. Az Úr Jézus nem tudott nagyobbat ajándékozni, önmagát adta. És én most 10 évig ettől elvesztek. Elgondolkoztam. Az is szent mise, amit a Szent Atya a bíborosokkal parádézik a római Szent Péter Bazilikában, biztos. De mi kell a szent misét? Egy fölszentelt katolikus pap, itt vagyok. Akkor még latinul volt a szent mise. Én 3 latin mise szövegét értettem. Ostya és bor, itt bajok voltak. A mi kenyerünk az zabliszből és szójából volt, a szója, azt tudják, az tápláló, de akkor nem lehetett misézni. A bort meg hát nem is ismerték, hát ahol áprilisban hó van, szeptemberben hó van, hogy szőlőt termelni nem lehet. Tehát a szovjet embernek amúgy is a vodka minden, hát az lehet krumpliból, répával, de hóval is tudnak vodkát csinálni, de vodkával nem lehet misézni. Most én a Jóisten ide figyeljenek. Ahogy oda kerültem, az legelső héten megtapasztaltam, hogy a szovjet állampolgárok havonként kaphattak egy kis csomagot.
nekünk a Rákosi Mátyás Rózsa gyűjtőcsomagot, de a lengyel és a litván szovjet állampolgárok a csomagjukban mindig kaptak egy ilyen picike kis ostyalapot. Picit sárgás, picit zöldes, picit rózsaszínes. Megkérdeztem, ez micsoda? Azt mondta a lengyel, hogy ez egy oklátka, ez egy német népszokás. Oklátka, ez egy lengyel szó. Ezt az ostyalapot oda nyújtja a családra a karácsonyfa mellett a családtagoknak, letörnek belőle egy darabot, magához, magukhoz eszik. Ez a család szeretett egységének egy ilyen jelképes aktusa, azért küldik a családtag raknál annak, hogy érezze, hogy a család